Kóstold meg te is a Sharky Drinket, mert tök finom. Keresd az üzletekben. Hát sziasztok srácok, én Sajt32 vagyok, és az egyik kedvenc Roblox játékommal fogunk ma játszani, ami nem más, mint a Survive the Natural Disasters, azaz túl kell élni a természeti katasztrófákon. Erről a játékról már volt rengeteg videóm, nem tudom most pontosan mennyi, de már több, és nagyon-nagyon szeretitek ti is, és nagyon-nagyon szeretem én is ezt a játékot, de meteoreső következik, ami le is esett ide mellén, szóval nem is fogok inkább többet beszélni arról, hogy mennyire imádom ezt a játékot, úgyhogy ti is így vagytok, mert akkor nyomtok egy lájkot erre a videóra, én nagyon-nagyon szépen köszönöm. Ellenben lehetséges, hogy nem jó helyen vagyunk, hanem be kéne mennünk ide leginkább. Menjünk oda, nagyon sokan vannak, mert hát oda nem csap le. Ó, mit csinálsz itt, Kylo Ren? Mondd meg nekünk, mi a helyzet, légy szíves. Jó, oké, beállok ide melléd. Hellóka, itt van még egy Kylo Ren. Nem olyan fele ingyen van ez a sisak, vagy valami nagyon olcsón meg lehet venni. Hát eléggé furcsa ez a Kylo Ren ruha, azt kell, hogy mondjam meg, hát ez is, de mi maradunk a sajttal, nem vehetünk föl másfajta maszkokat, és szerintem itt a vége ennek a disasternek, én úgy gondolom, és lassan túléljük az egészet. Ó, ők már ott pihennek a lobbyben, én kijövök egy picit. Pont, hogy kijöttem, lecsapott a meteor! Ne szórakozz! Oh no! Itt jönnek a meteor záporok, figyeljétek! Hát az iskolába kellett volna, vagy ebben az épületben maradnom, akkor semmi gond nem lett volna, de én kimentem, és pont belém csapódott. Megőrülök. Aztana, hogy lesz ilyen picinek lenni a Robloxba? Srácok, ezt írjátok meg nekem, ezt ki kell, hogy próbáljam? Vagy ilyen nagyon pici cipőt kell venni ahhoz, vagy... Hogy lehet ilyen kicsinek lenni, ez marhára vicces. Figyeljétek, ott mutak ölök. Menjél gyerek, ez nagyon jó. Mi lesz a következő pálya? Ez nagyon vicces az a skin, ez nagyon tetszik az a skin. Az a srácok, az a skin nagyon jó, az a skin nagyon király. Új pályán vagyunk, én még itt nem is voltam ezelőtt. Ajjajaj, hogy mik a legjobb helyek? Szerintem az építkezés tetejére kéne mennünk először, ahhoz, hogy még egy elég biztonságos helyen legyünk, csak sajnos nem tudom. És harmadszorra is nem tudom, hogy mi lesz a disaster. Szerintetek valami árvíz, mert akkor tényleg magasba kéne menni, de valamiért nem írja még ki, még ilyenkor várakozási idő van. Vagy fél kéne kapaszkodnom, hogy ezekre nem lehet, hogy felugorjak oda, és mondjuk onnan a leges legtetejére, hogy hogy kéne oda fölparkúrozni. Azt ők, megvan srácok, és innen fel tudok menni most már ide is, oké, de mi a disaster? Nem írja még mindig ki. Hát itt nagyon jó el vagyok, azt, hogy mondjam nektek. Vulkán. Kitörik a vulkán, és itt is úgymond egy ilyen meteor shower van, de lehetséges, hogy bevágolt az egész, és megnyertük. Hát azért komoly lenne, nem csináltunk semmit, csak feljöttünk ide, és megnyerjük. Hát nem lett ilyen könnyű ez a magyaró, mint gondoltuk. Jön is az egész, az a gond, hogy itt lehet nem kéne a legalján lenni, mert ugye akkor innen leesünk, és akkor már abban van egy kis fall damage-ünk, de mindegyik mi azt aki ezen volt, figyeljetek, szétrobbant az egész! Na jó, hát ide mellém is becsapódott egy picikén, hát jönnek ide csak azért, hogy ne rá... Ez elment pont mellettem, azért, hogy ne rámessen, mert akkor nekünk annyi... Szerintem már nem sokan vannak, mert mindenki szinte azon a kis Crane-en helyezkedett el, nem teszem a neve annak, de azt ide leszpornoltak, jaj! Azt hittem ez rám jön, de nem, csak visszacsapódott erre a cuccról, kiesett alólam. A franc! Azt a figyeljétek, hát egyenesen a vízbe. Hát ez nagyon-nagyon jó sikerült. Ajjajjaj. Úgy veszem észre, hogy ez nem volt egy nagyon sikeres felszállás. Meg még az épület is beleesik. Ha hogy mozog? Figyeljétek, földrengés van. Az egész mozog. Hát ez nagyon vicces. Megy ez is bele a vízbe, figyeljétek. Itt a toplista, és én vagyok az első rajta, és duplájában vezetek, mint a második hely. Hát ez nagyon király, srácok, figyeljetek, mindig szoktuk így a toplistákat figyelni, hogy... Aha, ez most komoly. Na mindegy, itt vagyunk az iskolába. Hellóka, becsöngetés van, neki, légy szíves, menjünk be a tantermek, úgy tudom, itt kezdtük a videót talán, hogyha minden igaz, és azt se tudtuk túlélni. Szóval most aztán tényleg keményítsük be, pedig nem olyan jó az állás, eddig még egyszer se tudtunk nyerni, ami nagyon-nagyon nem oké, hiszen nekünk nyernünk eddig, folyton szoktunk nyerni ezekben a játékokban. Jó, oké, mi lesz a következő disaster? Fölállok én is ide a szekrényre, aztán max, hogyha kirohanok, vagy valami, csak az, akkor mindig attól félek, hogy víz jön, mert a víz elő nagyon nehéz menek. Különösen, hogy ugye nem magasban vagyok, de általában más jön, nem víz, szóval idegesítő, de légy szíves, legyen már most valami normális disaster, amit túl is tudunk élni. Haló?
Amúgy olyan sokáig tölt, hát simán ilyen, mint hogyha régebben gyorsabban betöltött volna ez a dizet, most így várakozni kell, meg ilyenek. Mit csináltok ott? Az igen. Jaj, ne vulkán. Ó, a franc. A franc, ez ellen egy házban nem tudok védekezni. Ebben nem lehet. Ki kéne menni az udvarra szerintetek? Vagy fogalmam sincsen. Bemenni a sarokba? Azt a... Hát még hogy nem mentünk be a sarokba, bár nem oda terveztem. Hát itt konkrétan bárhova lecsaphat és mi nem tudjuk. Lehet ideálok, az hátha jó így. És akkor olyan gyorsan jön meg kiszállíthatatlan, hogy merre megy. Nem is látszik igazán, hogy merre megy ezekkel a pirosok, hogy most arra fele vagy erre fele. Ó, ez most komoly! Koncentráljunk és nem lesz gond a pályával. Csak koncentrálni kell, az a fontos, de mi lesz vajon a dizesztől? Én nem megyek innen oda, mert maximum átugrok és úgy fölmászok, hogyha valami víz vagy ilyen lenne, de hogyha mondjuk valami másfajta dizesztől van, szerintem itt teljesen jó helyen vagyok, mert nem vagyok túl magasan, nem vagyok túl lent, szóval tökéletes ez a pozíció. Csak hogyha, jaj, ne savas eső, akkor gyorsan be a házba, gyorsan be a házba, srácok, még két csepp eset, azt a sikerült, az a gond, hogy itt, no, ennek le fog törni a teteje, és akkor nekünk végünk. Hogy esik be a házba, ez hülyeség! Hát srácok, ez senki sem fogja túlélni. Szerintetek át kéne valahogy futni? Ez a nagy rekesz alá, csak nem tudom, hogy az alatt van-e hely. A franc, szerintem itt nekünk végünk, de az a gond, itt már itt sincs tető. Beállok az a... az... ez igen. Beállok az ajtó keretbe. Figyeljétek! Hát szerintem ez egy nagy lifehack. Itt már ugye letört az eső. Én meg beálltam ide az ajtókeretbe, hogy ne ázzak. Na, és itt nem is sebződök. Na, még egy pár másodpercet kell szerintem túlélni, és meg is tudjuk akár nyerni, csak az a gond, ha ez a rész itt leolvad, utána ez fog, és nekünk annyi. Nem futok ki, ne lökjetek arrébb, ez az én helyem. Én találtam ki. Jaj, az egyik gyereknek már annyi. Oké, engem nem lök, jó, picit most pont jó, vagyok, oda be kéne állni, csak az a gond, ott sem nagyon véd semmi. Nézzes legyen a pályának vége, ez egy óriási lifehack lenne, ha most ez bejönne. Csak egyszer sem biztos, hogy bejön, mindjárt kidől alattuk az épület. Mi a fe... engem meg kilöktek. Húzzatok innen, harcolni kell a helyér. Húzzatok innen, ez az én helyem. Srácok, ezt meg fogjuk nyerni szerintem. Legalábbis mi hárman vagy négyen itt, amíg van HP-m. Egy csepp eső és karakteremnek annyi, de nem mozogjatok emberek, meg fogjuk nyerni. Srácok, és megnyertük. Hol voltak a többiek, hogy ők is megnyerték, de hú, ez komoly volt. Csak hát újra spawnoltam magamat, és pont jó, hogy még vissza tudtam spawnolni. Ugye néha ott marad a HP-t, figyeljetek, mert ők is kevesebbről indulnak, stb. Most megint bejövök itt egy viszonylag védett területre, hogyha mit lett volna a savas eső, sokkal könnyebb helyzetünk van, mert ugye bemegyünk mondjuk oda, vagy ez alá lenne a legjobb, mert mondjuk itt egy réteg, két réteg, és úgy esik rám az eső, mert ha mondjuk itt állok, akkor ugye egy réteg is rám esik, szóval minél több réteget kellett volna magunkra képzelni, de jó volt ez az ajtós megoldás, csak kicsit kitoltak engem mondani, és én visszafoglaltam helyemet, sajtok, tudjátok, hogy van ez. Igazából, aj, addig tölt ez a disaster, nem is tudom, hogy miért kell eddig várni. Earthquake, akkor ki kell mennem. Rám fog esni az épület, Srácok, pattog az épület. Az a helyzet, hogy ez nehéz, alig lehet irányítani a karakteremet. Meg tudok ugrálni, de az egész iskola mozog. Figyeljétek, azta! Ez az iskola mit csinál? Figyeljétek, akkora... Jaj, ez felém jön. Felém jön az isi! Oh no, be kell valamit át kéne mennem a túloldalra, hogy nem tudom. Hát le fog minket gyalulni az iskola, itt az ajtó közelében próbálok maradni. Hogyha erre ugrál, beugrálok gyorsan az iskolába. De mindjárt szét is dől. Ez nagyon komoly. Azt a de király, jaj ne, mitől sebződtem meg? Szerintem a kis bottól, úgy tűnik, hogy erre is vigyázni kell. Figyelj, azért ugrálok, mert nagyjából egy helyben tudok maradni. Srácok, szerintem lassan ezt is túléljük, most kettőt egy húzamban nagyon menő lenne. Kívül, hogyha rám dől az iskola, mert ezek az ablak tartó elemei eléggé izén működnek. Meg ez is. Srácok, ezt meg fogjuk nyerni, én úgy érzem. Legalábbis én úgy gondolom, de ez sem biztos, mert megint dől a ház. A tető már nincs olyan jó állapotban. De szerintem ezt most már végleg, aztán meg fogjuk nyerni, most eléggé régóta van ez a dizesztől. Szerintetek? Szerintem ezt megvineljük. Le fogjuk vinelni egy az egybe. Legalábbis szerintem. Legalábbis remélem, hogy sikerül, de szerintem igen. És ja, eléggé lassú, jó a szerkezet ennek a háznak. Figyeljétek! Hát ez nagyon menne, a gyerek még ott ugrál a daruba. Hát a csőd, menj onnan, mert itt meg fogsz gyulladni. De hát nekünk van tényleg itt a legjobb trükkünk.
Itt aztán... Ó, oh, figyeljétek, a gyerek ott parkúrozik. Hát komám, neked annyi szerint... Ó, oh, bele a tűzbe. Hát csak el tudott menekülni, de nem vagyok benne biztos. Hát azt szerintem a magaslati helyeken is eléggé nagy gondban vannak a többiek. Ó, oh, az is leöjjett onnan. Aszta, ez nagyon durva. Ó, oh, az is lecsúszott onnan. Hát mi eléggé túl fogjuk élni. Azt mi? Hát a gyerek még vezet. Úgy gondolja, hogy ő még felépíti ezt a házat attól, hogy itt tűz van. Ez micsoda hack volt? Hát ezt eléggé sokan túlélték, ez nem volt olyan nehéz. Eljövök, nem kell itt magasra menni, úgyse víz lesz, úgyse áll, csak én, azért távolodni kéne, ez lezuhanhat, az előbb is lezuhant alólam, aztán ki tudja azt, hogy az csak ilyen bug volt, vagy ténylegesen olyan, hogy lecsatlakozik, és még előtt felszállna. Nekem itt teljesen jók vagyunk, srácok, elég messze itt a sugárhajtó művécskétől, aztán itt én elcsillelek, szerintem itt jaj, csak nehogy igen, letört, és a gyerek is összetört. Ketten is! Hát még jó, hogy nem mentünk föl pont... Jaj, szegény gyereket lelöktem. Itt az útbálok egy picikén, de annyi... Vaj legyen, ő is leesett, oké. Okay. Szerintem mindjárt kilövés van. És még ezen kívül egy disaster is van elméletek a... Jaj, ne is pont vulkán! Oh no, ez az egész épület le fog dőlni szerintem a vulkán alól. Hát mit csinálsz, kölök? Azt tudjátok, bement alá. És semmi baja. És semmi baja. Csak jön a vulkán, az egyszer... Ja, de most már kicsikét megégett. Húha, ebben nem vagyok biztos, hogy túl tudjuk élni, srácok, de mikor repül föl? Hogy eltalálja mondjuk egy vulkán darabka? Egy kis láva? Vagy gőzös nincs, én szerintem lemegyek szépen, legyalogolok, az itt el vagyok. Próbálom kikerülni itt a dolgokat. Ja. Ó! És föl is szállt! Eddig sikeres a felszállás! Figyeljétek! Az előbb belement a vízbe, de most szerintem sikerülni fog. Hát elég jó oldalra megy, de attól sikerült neki. Azt, ez most sem mellettem ez a dolog. Hát, ez felszállt, jó. Hát igen, eltűnt, de ott megy, figyeljétek, ez zuhan le. Hát olyan nagyon magasra, akkor nem sikerült mennie, de hát mindegy, legalább itt ezt a helyet el tudta hagyni. Néhányan még vagyunk a pályán, szinte ezt is túl fogjuk élni. Legalábbis próbálom kikerülgetni itt a... Hú. Hát ezt jókor mondtam. De srácok, én szerintem ez a videó elég sikeresnek mondható. Szerintem most többször nem nyertünk, mint nyertünk, de azon kívül nagyon-nagyon érdekes dolgokat tudhattunk magunkével. Én remélem, hogy élveztétek, hogyha tetszett ez a rész, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és csekkeljátok az MC Shop.hu belső sajt 32-t, hogyha menő sajtőt tudtok szeretetek venni. Köszönöm a figyelmet, császtok!